Március 15-e van. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezik a világ magyarsága. Vajdaságban is ünnepelnek. Bácskosudvarván 15 órakor ökumenikus istentisztelet volt a református templomban. 16 órakor ünnepi műsor, alkalmi beszédek és koszorúzás a Kossuth szobornál. Szabadkán a központi ünnepség keretében a Jadrán színpadon emlékeznek. Katonai tiszteletadás mellett felvonták a magyar nemzeti lobogót a március 15-i nemzeti ünnepen, az Országház előtt Budapesten. A lobogót Novák Katalin magyar köztársasági elnök és Kövér László az országgyűlés elnöke jelenlétében a himnusz hangjaira a Honvédség díszegysége vonta fel a Kossuth téren. 2023-ban 45 millió dinárt fordít a nők ingatlan vásárlásának támogatására Vajdaság. A tartományi kormányülésén döntés született arról, hogy az említett összeget vissza nem térítendő támogatásként fordítják a nők helyzetének javítására az ingatlan piacon. Az ingatlan tulajdonosoknak ugyanis csupán 14%-a nő. A pályázatot a tartományi szociálpolitikai, demográfiai és nemi egyenjogúsági titkárság jelenteti meg. Azok a nők jelentkezhetnek, akik egyedülálló anyák, illetve házastársi vagy élettársi közösségben élnek Vajdaságban, és nincs saját lakó ingatlanjuk. 3 évvel ezelőtt ezen a napon vezették be Szerbiában a szükségállapotot, annak érdekében, hogy megfékezzék a koronavírus fertőzés terjedését. A tanítás online térbe költözött, a kulturális események megszervezését, az éttermek, kávézók munkaidejét, sőt, az idősebbek mozgását korlátozták, és kijárási tilalom is érvényben volt. A szükségállapotot a szerb parlament képviselői több mint 50 nap után, május 6-án oldották fel. Azonban más intézkedések, mint amilyen például a kötelező védőmaszk használata, még a mai napig is kötelező az egészségügyi intézményekben.